az OTLS jegyrendszert szeretném röviden bemutatni itt az érdeklődőknek. Ugye azt az címet adtam az előadásnak, hogy jegyes oktatás vállalati körökben. Ugye ez a rendszer elsősorban vállalati ügyfeleknek készült, arra, hogy mindenféle az ügyfeleknek mindenféle ügyes-bolyos problémáit lehessen rajta kezelni. Röviden bemutatnám, hogy mi az a jegyrendszer, mert lehet, hogy van itt olyan, aki alapvetően nem tudja. Egy klasszikus példával kezdeném. Amikor egy cég az ügyfelekkel kommunikál, akkor a leggyakoribb eset az, hogy az ügyfelek e-mailt írnak a cégnek. Tegyük fel, hogy van itt egy cég, és van három ügyfél. Ez a három ügyfél elküld egy valamilyen e-mailt a cégnek, és hogyha ezt mindössze egyetlen egy ember kezeli, akkor előfordulhat az, hogy annyi e-mail gyűlik ott össze, hogy nem fog tudni mindegyikre válaszolni. Mindig lesz olyan ügyfél, aki türelmetlen, és egy újabb e-mailt fog küldeni, és innentől kezdve már két e-mail is van ott a cégnél, és nem lehet majd tudni, hogy melyikre kell pontosan válaszolni. Még nagyobb lesz a probléma abban az esetben, hogyha itt nem egyetlen egy ügyintéző van, hanem mondjuk több ügyintéző van, és ha minden ügyintéző ugyanazt az e-mail fiókot használja, akkor előfordulhat egy olyan eset, hogy a két ügyintéző egymástól függetlenül válaszol az ügyfélnek, és az ügyfél mind a két ügyintézőtől fog kapni egy levelet, és nem fogja tudni, hogy most akkor mi a helyzet, pláne akkor, hogyha teljesen ellentétes információk vannak ebbe a levélbe. Na most, ha valaki ilyet használ, és magára ismer, akkor nekik tudjuk ajánlani az OTRS rendszert, ugyanis az OTRS rendszer pont ezt a problémát fogja, végülis erre fog egy megoldást adni. Mire jó az OTRS? Ugye az OTRS nagyjából hasonlóan működik az ügyfél oldalról. Tehát az ügyfelek ugyanúgy beküldik a kéréseiket a rendszerbe, csak itt annyi a különbség, hogy ez nem egy e-mail postafiókba landol, hanem a rendszer egy adatbázisba fogja eltárolni ezeket a bejövő kéréseket, és azonnal visszajelez az ügyfeleknek, hogy a kérés beérkezett, és hamarosan foglalkozni fognak a dologgal, és feldolgozásra kerül. Ezáltal elkerülhető az, hogy az ügyfeleknek egy újabb levelet kelljen küldeni, hogy egyáltalán megkapta a cég a kérésüket, mert így azonnal értesülnek arról, hogy a kérést megkapták. Ráadásul az OTRS minden egyes válaszhoz egy egyértelmű azonosítót, egy úgynevezett jegyszámot fog hozzárendelni, ami az egész kérésnek vagy problémának a teljes életútja alatt megmarad, ezzel lehet hivatkozni majd erre a kérésre. És innentől kezdve az ügyintézők az OTRS adatbázisából fogják kiszedegetni a kéréseket, és tudnak majd válaszolni az ügyfélnek. Mivel ezek a jegyszámok a válasznál is megmaradnak, ezért, hogyha az ügyfél továbbra is ezt a szálat folytatja a beszélgetésbe, akkor az ügyintézők látni fogják a teljes történetet, és nem fog semmilyen kérés eltűnni a levelező postafiókba. Hogy néz ki egy jegy? Egy jegy az nagyjából úgy néz ki, mint egy korlap a kórházba. Aki egy ilyen jeggyel foglalkozik, az gyakorlatilag látja a jegynek a teljes életútját. Mi történt előtte, milyen válaszok voltak, milyen kommunikáció volt az ügyintézés során. Ugye mennyiben más ez, mint mondjuk egy levelező program, ami ugyanígy szálakba rendezi a leveleket. Ebben a példában azt lehet látni, hogy ugye lentről fölfelé van a számozás. A legelső levél egy külső beérkező levél volt, itt az ügyfél valamit kért a cégtől. Erre egy ügyintéző szeretett volna válaszolni, de nem volt biztos a válaszban, ezért egy belső jegyzet formájában segítséget kért egy másik ügyintézőtől. Ezt az ügyfél nem látja. Tehát az ügyfél nem látja a rózsaszín részeket, ő csak a kéket látja, amit ő küldött, illetve majd a választ, amit kapni fog. Az ügyintézők szépen megvitatják a cégen belül a dolgokat, eldöntik, hogy mit kell válaszolni, és miután megszületett a döntés, azután a rendszerből küldenek egy levelet az ügyfélnek, és az ügyfél látja, hogy válaszoltak a kérésére. Az ügyfél nem tudja, hogy belül milyen kommunikáció van, sőt, azt se tudja, hogy ki válaszolt neki. Ez azért hasznos, mert
így át lehet venni egy ügyintézőnek a feladatát akkor, hogyha mondjuk éppen szabadságon van, vagy nincs az irodába, tehát emiatt nem fog egy kérés megválaszolatlanul maradni. Tehát az OTRS az gyakorlatilag ez a jegyrendszer, amiről eddig beszéltem, kezeli a jegyeket, és szépen szálakba rendezve az ügyintézőkhöz fogja továbbítani. Ez egy teljesen nyílt forrású program, egy webes keretrendszer. Ez azt jelenti, hogy a használatához mindössze egy böngésző kell, csak mind az ügyintézői, mind az ügyfél oldalról. Az OTRS rengeteg mindent támogat, majd kicsit később ki fog erre térni, hogy mi minden ezek a funkciók, de rengeteg kiegészítő is elérhető hozzá. Kétféle kiegészítő létezik, vannak közösségi fejlesztésű kiegészítők, ugye mivel nyílt forrású, ezért egy igen aktív közösség van mögötte, illetve létezik egy ilyen OTRS Business Solution nevű szolgáltatás, ami viszont hivatalos OTRS csomagok, amit a készítők biztosítanak a rendszerhez. Lehetőség van arra is, hogy valaki felhő alapú rendszerként vegye igénybe ezeket, akkor mindenképpen ezeket a fizetős Business Solution megoldásokat kell keresni. És ami nagyon fontos, hogy az FSF.hu alapítvány támogatásának jóvoltából ez az OTRS teljes egészében magyar nyelvű. Mind az ügyintézői, mind az ügyfél és mind az adminisztrációs felületen 100%-ban magyar nyelvű az egész rendszer. Gyorsan néhány fogalmat megmagyaráznék, hogy könnyebb legyen értelmezni, illetve amiket eddig mondtam, azok nagyjából mit jelentenek. A jegy az egy konkrét kérés. Egy kérés, egy hiba, egy megkeresés, egy igény, vagy bármi, amit az ügyfél be tud küldeni. Az ügyfél az egy adott cég, akivel kapcsolatban állunk. És ennek az adott ügyfélnek vannak ügyfélfelhasználói, aki az adott ügyfélnek valamilyen alkalmazottja vagy vele kapcsolatban álló személy. Tehát igazából az ügyfélfelhasználó a személy, az ügyfél az pedig a cég, akihez ezek az ügyfélfelhasználók tartoznak. Az ügyintéző az viszont az OTRS-en, vagyis a mi vállalatunkon belüli ügyintéző, aki ezeket a kéréseket vagy hibákat meg fogja válaszolni, meg fogja oldani. Ezeket az ügyintézőket csoportokba lehet sorolni. A csoportokra különféle jogosultságokat lehet majd biztosítani, ez a későbbiekben lesz fontos. A várólista az egy olyan, nevezhetjük ilyen virtuális postafióknak is, ahova a kéréseket lehet továbbítani, és ezekre a várólistákra lehet különféle csoportokat hozzárendelni. A szerep az pedig felfogható egyfajta virtuális csoportként is, hogyha nagyon bonyolult ilyen nagyvállalati rendszereket kellene kiépíteni, akkor a szerepek segítségével tovább lehet a csoportjogosultságokat finomítani. Még egy nagyon fontos fogalom, amit tapasztalatunk szerint nagyon nehezen szoktak megérteni az ügyfeleink, az eszkaláció. Ugye az eszkalációra kerestem egy jó definíciót az interneten, és azt találtam így legjobb definíciónak, hogy egy nem megoldott probléma felsőbb szintre való terjesztése. Ez az OTRS szempontjából azt jelenti, hogyha egy jeggyel elkezd egy ügyintéző foglalkozni, akkor be lehet állítani, hogy mennyi idő múlva eszkalálódjon a jegy. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyintéző nem foglalkozik a jeggyel annyi időn belül, akkor a csoportban lévő összes ügyintéző kapni fog egy értesítést, hogy itt van egy olyan jegy, amit valaki magához ragadott, csak nem oldotta meg a problémát az adott időn belül. Ez lehet például azért, mert szabadságon van, lehet azért, mert megbetegedett, lehet, hogy éppen nincs az irodán kívül, és ilyenkor más ügyintéző is át tudja venni a jegynek a megválaszolását. Ugye az első példában bemutatott rendszer alapján azért jó, mert az ügyfél ezt nem is tudja, hogy éppen most ki foglalkozik vele, ő csak az érdekli, hogy megoldást kapjon a problémájára. Többféle eszkalálódási lehetőség van. Beszélhetünk olyanról, hogy első válaszidő. Ez azt jelenti, hogy ha beküld az ügyfél egy jegyet, akkor meg lehet határozni, hogy mennyi időn belül kell választ kapnia. Ha annyi időn belül nem kap választ, akkor az összes ügyintéző kapni fog a csoportban egy értesítést, hogy itt van egy jegy, akire még senki nem válaszolt. A frissítési idő az azt jelenti, hogy ha mondjuk olyan szerződésünk van az ügyféllel, hogy bizonyos időnként értesíteni kell, hogy éppen most hogy áll az ügye. Tehát mondjuk 2 óránként valamilyen tájékoztatást kell neki küldeni.
A megoldási idő pedig azt jelenti, hogy mennyi időn belül kell megoldani a problémát. Ezeket általában szerződésben szokták rögzíteni. Nem tudom, hogy kémikus vagy vegyész van-e közöttünk, esetleg felismerhető ez, hogy micsoda. Ez egy kicsi módosított ecetsav, de azért választottuk ezt a molekulát, mert ez nagyon jól bemutatja az OTRS működését. Képzeljük el, hogy ez itt egy ügyfél, és mint mondtam, az ügyfél ugye az maga a cég, tehát aki ténylegesen írni fog, azok az ügyfél felhasználók. Na most ezt hova lett? Amikor egy ügyfélfelhasználó küld valamilyen levelet, akkor be fog kerülni egy csoportba ez a kérés, és a csoporthoz, illetve magához az ügyfélhez lehet hozzárendelni egy SLA-t, egy ilyen szolgáltatási szintű megállapodást. Ez fogja majd meghatározni azokat az eszkalációs időket, hogy mennyi időn belül kell majd ténylegesen válaszolni. A csoporthoz ügyintézők vannak hozzárendelve. Ezek az ügyintézők különféle jogosultságokkal rendelkezhetnek az adott csoportra. Tehát például csak olvashatják a beérkezett kéréseket, vagy megválaszolhatják, vagy mindenfélet be lehet állítani. Illetve várólistákat lehet hozzárendelni a csoporthoz. A várólistát azt pedig nagyjából úgy képzelhetjük el, mint mondjuk egy e-mail postafiók, mint egy ilyen virtuális postafiók, és a bejövő kéréseket szét lehet szortírozni ilyen várólistába, és akkor így sokkal könnyebben lehet kezelni a kéréseket, mert nem keveredik ott össze-vissza. Ez egy kicsit bonyolultabb ábra, szintén egy ilyen képletet választottunk. Ciklohexán, ezt gondolom nem így ennyire nem vagy nincs képben mindenki, hogy felismerje, de ez is gyakorlatilag az OTRS-nek egy ilyen nagyvállalati működését nagyon jól bemutatja, ugyanis a kékek azok gyakorlatilag az ügyfelek, a pirosak az ügyintézők, és a szürke az pedig a csoport. Tehát egy OTRS-en belül ugye több csoport lehet, a csoportokhoz több ügyfél van hozzárendelve, illetve minden egyes csoporthoz külön ügyintézők vannak. Ez tipikusan egy olyan nagyvállalati rendszer, ahol egy OTRS több ügyfelet is kiszolgál. Mondjuk egy ilyen konkrét példát mondjuk van egy hosting cég, akinek különféle ügyfelei vannak, és minden ügyféllel más tárhelyszolgáltatást, tárhelyszerződést kötött. Van, aki VPS-t rendelt náluk, van, aki csak egyszerű hosting tárhelyet kér, és akkor egyetlen egy OTRS-sel az összes ügyfelét tudja nagyon szépen kezelni. Nagyon röviden még egyéb funkcióról, amit az OTRS tud. Ugye gyakorlatilag a jegyeket e-mailből fel lehet ismerni. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek akár elég csak egy e-mailt beküldeni egy megadott e-mail címre, és az OTRS onnan is ki tudja szedni a jegyet, és hogyha valahol az e-mail tartalmaz valamilyen jegyszámot, akkor automatikusan felismeri, hogy ez mire válasz, illetve mindenféle szűrők alapján a tájra szűrés, a szövegre szűrés, a feladó gyakorlatilag bármire szűrve automatikusan lehet ezeket a kéréseket várólistákba irányítani. Az általános ügyintéző az egy olyan virtuális ügyintéző, akit arra találtak ki, hogy ilyen automatizált feladatokat tud elvégezni. Tehát, hogyha bizonyos idő után nem történik a jegyre válasz, akkor az általános ügyintéző mondjuk lezárja a jegyet, vagy valamit tud vele csinálni. Beszéltem az elején a csomagokról, hogy az OTRS-ben rengeteg kiegészítő található. Maga a rendszer tartalmaz egy csomagkezelőt, amivel nagyon könnyedén, tényleg kattintásokkal föl lehet telepíteni bármilyen csomagot. Ami a nagyon jó dolog még az OTRS-ben, hogy támogatja a webszolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy lehet olyan űrlapokat készíteni az ügyfelek számára, hogy az OTRS-t annyira elrejtjük előlük, hogy azt se tudják, hogy OTRS van a háttérben. Tehát ők simán egy űrlapon kitöltik, hogy mi a probléma, ezt be lehet ágyazni az adott cégnek a weboldalába, és sima egyszerű HTML űrlapon keresztül lehet jegyet beküldeni, illetve a jegynek mindenféle információit le lehet kérni. Dinamikus mezők segítségével további mezőket lehet a jegyhez hozzáadni,
Tehát például, hogyha mondjuk szükség van arra, hogy garancia időszak meddig tart, akkor egy dinamikus vezővel fölveszem, és akkor a jegy most már ezt is tudja kezelni. Minden tud naplózni a rendszer. A 4-es verziótól már hivatalosan a Windows verziók nincsenek támogatva, tehát a Windows szerverek nincsenek támogatva, csak Linux szervereken javasolják a futtatását. Természetesen lehet Windows szerveren is futtatni, csak nem támogatott. A naplózás viszont nem fog működni Windows szerveren, de szerintem az OTRS-t azt a legtöbben valamilyen Linuxos szerveren szokták úgyis futtatni. Biztonsági mentés és helyreállítás szintén parancsorból meg lehet csinálni. Ez nagyon hasznos frissítésekkor, ugyanis ha bármi történik, akkor egy mozdulattal vissza lehet állni a korábbi működő verzióra. Támogatja a munka szüneti napokat, illetve a különféle ünnepnapokat és munkanap áthelyezéseket is. Ezek akkor hasznosak, amikor olyan szolgáltatási szintű megállapodások vannak beállítva, hogy mondjuk válaszolni kell 2 órán belül. Az a 2 órán belül az nem azt jelenti, hogy ha éjjel 2-kor küld valaki egy üzenetet, akkor éjjel 4 óráig kell válaszolni, hanem munkaidőben 2 órán belül. Tehát, hogyha mondjuk 4 óráig tart a munkaidő, és 3 órakor érkezik egy levél, akkor azt másnap reggel 9-ig kell megválaszolni, mert úgy fog a két óra munkaidő ténylegesen letelni. És ezért kell beállítani ezeket a különféle munkarend áthelyezéseket, hogy helyesen kezelje a rendszer. Statisztikákat lehet lekérni, ez főleg a felső vezetés számára lehet fontos. Hozzáférés vezérlési listákkal minden testre lehet szabni, amit egyébként csoportjogosultságokkal nem lehetne, illetve a folyamatkezelés, ami egy nagyon jó dolog benne, lehet úgynevezett folyamatjegyeket létrehozni, és a folyamatjegyeknek az a lényege, hogy amikor beküldi a ügyfél a kérését, akkor gyakorlatilag a jegy egy élet úton fog végigmenni, és egyik lépésből a másikat fogja majd követni. Jó, ezen kívül nagyon sok apróság van még, amiről most itt nem fog beszélni. Ami viszont fontos, hogy néhány nap múlva megjelenik az OTRS-ből az 5-ös verzió, és akkor ebből szemezgetnék néhány fontos dolgot. Egy érdekes kép, Vatican City pápa választás 2005-ben fölül és 2013-ban alul. Gondolom látszik a digitális forradalom, hogy mi történt. Ezt az OTRS is felismerte, és az egyik legfontosabb újdonság az 5-ös verziónak, hogy egy teljesen responszív felületet adnak nekünk. Ez azt jelenti, hogy eddig mobil kliensekkel lehetett használni, innentől kezdve ezt el lehet felejteni, mert maga a fő felület, ami a böngésző megjelenik, felismeri, hogyha valaki mobiltelefonon nézi, és mobiltelefonon is tökéletes megjelenítést fog biztosítani. Ez nagyon hasznos akkor, hogyha mondjuk olyan ügyintézők vannak, akik nem számítógép előtt kell megoldani az ügyet, hanem tényleg folyamatosan mozognak, és csak egy okostelefon az, ami mindig kézben van, és a különféle eszkalációs idők miatt pedig tartani kell a határidőket. Megújították teljesen a statisztikák modult. Ez egy valós idejű statisztikát mutat, ami azt jelenti, hogy be lehet állítgatni, hogy mi jelenjen meg a különböző tengelyeken, milyen szűrők legyenek, és ahogy kiválasztottuk azt, hogy jelenjenek meg ezek a dolgok, automatikusan itt valós időben már látjuk a különféle diagramokat, oszlopokat, hogy mi hogy fog megjelenni. Ez megint csak mondom, valószínűleg a felső vezetés számára lehet nagyon hasznos funkciója. Ha valaki szeretné kipróbálni a legújabb OTRS-t, az 5-ös verziót, akkor a standunkon keressen meg minket, arra föl van telepítve, végig lehet nyomkodni, illetve egy ilyen játékos példán keresztül, ha valaki beküld egy jegyet, és igényel egy pogácsát, akkor részt vesz egy olyan nyereményjátékon, ahol egy nagyon finom bort lehet megnyerni majd. Ezt a nap végén fogjuk kisorsolni azok közt, akik odajönnek hozzánk, és beküldenek legalább egy jegyet. Illetve a standunkon meg lehet kérdezni bármit, ami most itt fölmerült kérdésként, és nem kaptak rá választ. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna az OTRS-sel kapcsolatban elmondani.